Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben című sakmagazin 2016 áprilisi adásában. Én Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, állandó szakértőnk, műsorvezető társam Varga Péter nagymester, nemzetközi mester. Én is mindenkit üdvözlök. Műsorunkban tudósítani szoktunk Szabolcs-Szatmár Bereg megye sakkéletének a főbb történéseiről, esetenként kitekintünk az ország, illetőleg a kontinens, a világ sakeseményeire is. Legutóbbi adásunk óta, hiszen már hetekkel ezelőtt nem találkoztunk, igen sok minden történt a megye és az ország sakk életében, amelyről be kell számolnunk. Tavasz van, nem csak a fák telnek meg életnedvekkel, pattannak a rügyek, hanem a sakk világban is egymás után peregnek a sakk események. Legelőször is az országos óratkozásról számolnánk be. Lezajlottak a Magyarország 2016 évi sakk diákolimpiájának országos döntői. A rendezőség, a Magyar Diáksport Szövetség és a Magyar Sakk Szövetség ketté veszi mindig a diákokat. Évek óta vannak értékszámmal rendelkező, tehát nemzetközi értékszámmal, nemzetközileg jegyzett sakkozó diákok és úgynevezett amatőrök, akik nemzetközi értékszámmal nem rendelkeznek. Részükre külön-külön korcsoportonként rendezték meg a diákolimpiákat. Az országos döntőben az értékszámosok, mondjuk úgy a profik között egy nagyszerű eredményünk volt, itt jegyezném meg, hogy nagyszerű eredménynek azt szoktuk mondani, amikor is valamelyik növendékünk, valamelyik megyebeli fiatalunk az első 10-ben végez. Ilyen fiatalunk egy volt most, a Nyíregyházi Széchenyi István szakközépiskolának az első osztályos tanulója, ugyan Dániel a fiú 5-ös korcsoportban 9. helyen végzett, Dani a Nyíregyházi sakkiskolának a sakkozója, állandó kezdőjátékos még az MB2-es csapatban is, évről évre fejlődik, és bízunk benne, hogy a következő évben még szintén a fiú 5-ös korcsoportban indul, fényesíti a sikert. Egyébként, hogy kibeszéljem Péter nagymestert, az ő fia is nagyszerű eredményt ért el, 12. helyen végzett, szemre visszábbnak tűnik ez az eredmény, nem olyan értékesnek, de figyelemmel arra, hogy mennyivel túl teljesítette az értékszám elvárását Varga Marcell, ez is egy igen szép siker. Sokkal fényesebb sikerekről számolhatunk be az amatőrök, az értékszám nélküli diákok országos döntőjéről. Két szép helyezésünk volt a lányoknál is és a fiúknál is. Hölgyeké az elsőbség, először is a lányokról. A lány 5-ös korcsoportban, tehát ez a gimnázium első-második osztályának felel meg, a nyíregyházi Kródi Gyula gimnázium tanulója, Blahota Réka, a nyíregyházi sakkiskola sakkozója egyébként, nagyszerű eredményt ért el, 6. helyen végzett. Igen szép fényes siker lett a lány 6-os korcsoportban, ahol a nagy halász illetőségű, a nyíregyházi Kölcsey Ferenc gimnáziumnak a tanulója, Dajka Vivien a bronzérmet szerezte meg. Hasonló sikerekről számolhatunk be a fiúk között is. A fiú 4-es korcsoportban a nyíregyházi Betlen Gábor általános iskola és gimnázium tanulója, Székely Dániel a bronzérmes helyen végzett. Számomra kissé váratlan volt Viviennek is és Dánielnek is a sikere, tudtuk róluk, hogy nagyon jó sakkozók, de nem is gondoltuk, hogy ilyen kirobbanó formában versenyeznek majd az országos döntőn. A fiú 5-ös korcsoportban a Kisvárdai Besenyei gimnáziumnak a tanulója, Batta Gergő Dániel képviselte megyénk színeit, és a nagyszerű 6. helyen végzett. Ezek után kissé visszazökkennénk a régióba. A Nemzeti Csapatbajnokság 2. osztályában, az NB2-ben két megyei csapat képviseli a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sakkultúrát, a Tiszavasvári Ese jelenleg a 8. helyen áll, és a Nyíregyházi Sakkiskola pedig a 6. helyen áll. Ugyanolyan eredmény született, csak ellenkező előjellel, a Tiszavasvári az igen erős miskolci csapattal, a miskolci kisbocsokkal mérkőzött meg, 7,5-4,5 arányú vereséget szenvedett, ami nem jelenti azt, hogy ez valamilyen szégyenletes balsiker lenne a tiszavasvári sakkozóinak, ez olyan, azt hiszem mondhatom ezt Péter, hogy ilyen papírformaszerű eredmény, a miskolciak igen erősek, két fidemestert is felvonultattak. A nyíregyházi sakkiskola szintén papírforma szerinti eredménnyel végzett az NB2 10. fordulójában, mezőkövesdel mérkőzött meg, és 7,5-4,5-re
tudta legyőzni a Borsod megyei csapatot, amelyik igen rutinos, bár viszonylag gyengébb NB2-es csapat. Az eredmény lehetett volna fényesebb is, többek között nekem köszönhetően, hogyha nem rontom el a nyert állásomat döntetlenre, de hát oly fiatalok vagyunk még, van időnk javítani, fejlődni. A megyei csapatbajnokságról is be kell, hogy számoljunk. A megyei csapatbajnokságban a hetedik forduló lebonyolítására kerül sor, és szikrázó küzdelmeket vívtak a csapatok. A hetedik fordulóban találkozott egymással az első és második helyen álló csapat. Mindenki érdeklődéssel figyelte, hogy az NB2-be feljutni kívánó Piremon első csapata megőrzi-e az első helyét, hiszen a Piremon egyes csapata állt az első helyen a forduló előtt, meg tudja őrizni az első helyét, vagy pedig esetleg nagyobb arányban veszít a Kisvárdával szemben, és őrségváltás történik az első és második helyen, tehát megcserélődnek esetleg a csapatok. Ez nem történt meg, igen szoros küzdelemben, minimális arányban, 5,5-4,5 arányban a Piremon első csapata diadalmaskodott. A Piremon második csapata a Vajai Rákóczi Ferenc esével mérkőzött meg, a rutinos játékosokból, illetve tehetséges fiatalokból álló Piremon második csapata 6,5-3,5 arányban tudta legyőzni a Vajai csapatot. A Vajai csapata az eredmény ellenére egyáltalán nem játszott olyan alárendelt szerepet, mint a viszonylag nagyobb arányú vereségből kitűnne. Megmérkőzött egymással a tabella harmadik helyén álló Nyíregyházi Dávidese a nagy halásszal. A papírforma szerinti eredmény született, vagy esetleg még annál is nagyobb mértékű nagy halászi vereség. A Dávid 9-1-re tudta megverni a nagy halászt. A Dávid nagyszerű sakkozókból áll, igen intenzív ott az ifjúságnevelő munka, hasonlóképpen Nagyhalászban is, ahol a felnőttek nagyon kevesen vannak, igen sok táblán kell, ha jól számolom, 7-8 táblán a 10 táblából, 7-8 táblán fiatalok, ifjúságiak, általános iskolások játszanak, akik néhány év múlva már fordított eredményre is kárhoztathatják akár a Dávidot, hogyha megfelelően fejlődnek. Megmérkőzött egymással a Fehér Gyarmati Ese és a Balkány. A Balkány néhány évvel ezelőtt még az NB2-ben játszott, egy pár évig játszott ott, aztán sajnálatos módon kiesett. A Balkány mélyrepülése azóta is tart. A Fehér Gyarmati csapat 7,5-2,5 arányban tudta legyőzni a balkányi csapatot. Hasonló eredmény született a Nyíregyházi Sakkiskola második csapata és a Nyírbátor között, szintén 7,5-2,5-re győzött a Nyíregyházi Sakkiskola. Ezek után mi elmondtuk az előző adásunk óta született eredményeket, meglehetősen dús eredmény volt, sakkozunk is, játszmaválogatás következne. Péter, milyen partival készültél ellenünk? Én azt hiszem, hogy egy Nyíregyházi Sakkiskola mezőkövesd mérkőzésről egy érdekes partit fogsz nekünk bemutatni. Hát javaslatodra mindenképp kiválasztottam az egyik ifjúsági játékosunknak a partiját, ami igazából egy nagyon jó pozíciós játszma volt, tehát ugye ez azt jelenti, hogy nem ilyen látványos áldozatokkal teli parti volt, hanem a térelőnyét hogyan tudja kihasználni sötét ebben a partiban, és itt picit a télerőnyről fogunk beszélni, hogy miért jó az, hogyha egy állásban, egy szerkezetben ugye nagyobb játék lehetőségünk és ugye nagyobb terünk van. Ejtsünk egy-két szót a játékosokról is. A mezőkövesdiek játékosa, Kántor József, egy régi rutinos sakkozó első osztályú minősítése van, míg a sötét figurákat a Nyíregyházi Sakkiskola ifjúsági játékosa Pap László vezette. Ha jól emlékszem, harmadosztályú minősítésű most Lackó. Annak ellenére, hogy a sötét figurákat vezette, tehát eleve kissé hátrányosabb állásból játszott Lackó, egy nagyon szép, hosszasan vallatott partiban tudta megadást késztetni. Úgy szoktuk mondani, hogy ráhúzni a végjátékot a 250-nel magasabb értékszámú, tehát sokkal magasabban jegyzett ellenfelére. Nekem ez a parti azért is tetszett, mert valamennyire az én stílusom is ez a lassú vízpartokmos típusú játék, amikor az egyenlő állásból hozzuk ki a nyerőállást. Mindenképp, tehát ezt most fogjuk látni a partiban is,
Tehát ugye, amint mondtad, 250 élő különbséggel, tehát inkább azt várhattuk volna, hogy Fehér fogja ugye maga javára fordítani a küzdelmet, de nézzük meg a partit, és ugye Fekete milyen úton, módon tudta ugye maga javára fordítani ezt a játszmát. Akkor nézzük a játszmát. Ugye világosan játszott Kántor József, sötéttel volt Pap László. Ugye világosan a vezér gyaloggal lépett ki ugye D4-re. Fekete D5-tel folytatta, ugye a centrumot elfoglaltuk. Huszár F3-mal folytatta világos, huszár F6-tal a fekete, és futó F4-jel folytatta fehér. Erről a nyitásról azt kell tudni, ugye, hogy ezt ilyen postás valinak is nevezik, tehát annó volt egy olyan csapat Budapesten, hogy a budapesti postás, és ott NB1-es csapat, és nagyon sok játékosuk játszotta ezt a változatot. Annyit kell tudni róla, hogy nem vállal nagy kockázatot világos a játszma elején, hanem minden figurájával kifejlődik, minden figuráját ugye megpróbálja a legideálisabb helyre elhelyezni, és ugye ezt tudja a fekete is folytatni. Tehát innentől kezdve ugye megnyitásban nincs olyan taktikai lehetőség, vagy bármilyen lehetőség, ami ugye megbolygatná az állást, és akár bonyolultá tenni. Itt nagyon egyszerűen folytatják a megnyitásnak az alapelveit mindkét színnel, mindkét játékossal. E6-tal folytatta sötét, ez egy nagyon jó lépés, E3, futó E7 következett, amire futó D3, elsáncolt sötét, világos H3-at lépte, ezt azért lépte, hogy a futónak H2-n legyen visszavonulási ha sötét az F6-húszára H5-re lépne, akkor ne tudják lecserélni világosnak az erős sötét mezejű futóját. B6-tal folytatta ugye fekete, huszár BD2, mert fejlődött tovább fehér, futó B7, ugye bástya C1, ez egy kicsit furcsa lépés. Igazából itt két tervet szeretett volna, ez akkor jó, hogyha meglépjük C4-et, de ebben a partiban nem jött C4, csak C3, tehát ennek a bástyának inkább az A vonalon szokott a keresni valója lenni, vagy a maxima D vonalon, mert itt ugye gyakorlatilag a saját gyalogja mögött védekezésre van kárhoztatva ez a bástya. Tehát itt akkor inkább A4 A5-tel szoktak itt előre jönni, A4 B4 A5-tel, és akkor ott mindjárt nagyobb játéktere van a bástyának, hogyha mondjuk az A vonalon tartjuk, vagy ha elsáncolok, vezére 2, bástya AD1, bástya F1-jel lehetett volna normálisabb terve folytatni. Ez egy kicsit felesleges lépésnek tűnik nekem. Mint hogyha Kántor úr lebecsülte volna a lackót. Hát vagy esetleg még C4 is volt a terve, és lehet, hogy ezt akarta meglépni, de aztán ugye ez kimarad. Nem minden tervet tudunk megjátszani egy sakkpartiban. Nézzük, volt-e C4? Igen, huszár BD7-tel ugye fekete kifejlődött, elsáncolt fehér. Ugye itt azt kell látni, ugye kifejlődtünk a könnyű tisztekkel, a huszárokkal, a futókkal, elsáncoltunk, centrumot elfoglaltuk, és fekete azonnal elindult a centrumban, vagyis megtámadta a centrumot, C5-öt lépett, ugye a D4 gyalogra nyomás nehezedik így, C3-mal megvédte ezt fehér, amire bástya E8 jött, erre bástya E1, ugye hát egy kicsit kiebb rakják a bástyákat, és ugye F8-on meg F1-en ugye szabad helyet biztosítanak, vagy a futónak, vagy a huszárnak. A6-tal jött fekete, ugye itt a terv legtöbbször az szokott lenni, hogy B5 és B4-gyel a vezérszárnyon elindul, fekete, és ott próbál megjátszani. Fehérnek viszont az a terve, hogy huszár E5, ami hamarosan majd megérkezik, és ő a királyszárnyon szeretne majd jönni, ugye a D3 futója, ugye a B1-H7 átlón elég veszélyesen tartózkodik ott. Ebben a partiban most nem jött össze ez a királyszárnyi játék, de nagyon sokan azért játsszák ezt, hogy ott nagy támadáshoz jussanak.
Annak idén Tigran Petrosyan azt mondta, hogy ha sötét rövidre sáncol, az E5 pont birtoklása komoly támadási esélyeket adhat világosnak. Igen. Ez egyértelmű, ugye kényelmesebb. A huszárt be kellett volna E5-re rakni, és utána az szokott a terv lenni, hogyha a huszárt berakjuk a centrumba, a futót elvisszük H2-re, és F4, G4-jel szokott ilyen gyalogrohammal előre vágtázni világos, és utána a vezér F3, ugye ha a bástya nem E1-en, hanem F1-en maradt volna, akkor esetleg bástya F3, G3 és úgy előre vinni. Tehát ez lett volna az alapterv. Na most ebben a partiban ez nem valósult meg. Futó B1-et lépte, világos. Ugye esetleg vezér C2 lehetne majd a terve, amire ugye bástya C8-al azonnal a C-vonalra mentünk. Következett bástya C8, amire huszár E5-tel, ugye világos, elfoglalta a centrumot, amit leütött sötét. Ez egy jó lépés volt, huszár üti E5. Na itt én viszont mindenképp én úgy gondolom, hogy ezt a huszár üti E5 után le lehet ütni a futóval, de ha játékot szerettünk volna a királyszárnyon, akkor ezt gyaloggal kellett volna visszaütni. Tehát fekete huszár üti E5-öt meglépte, és ezt én mindenképp gyaloggal ütöttem volna, ami biztos, hogy ugye bezárja a futót, de utána ugye elzavarja el az F6 védő huszárt ugye a királytól. Valószínűleg huszár E4 a legjobb lépés, de ha huszár D7, akkor pedig vezér H5-ös tervekkel elég jó támadási esélyt kapott volna világos. Természetesen tud fekete huszár F8-al védekezni, tehát nem kapunk ott mattot, de abba kellett volna belemenni. A játék irányítása világos kezében van, igen. Ő kezdeményez. Nem hiba a futőüti E5, természetesen, csak én úgy gondolom, hogy nem ad előnyt. Tehát futőüti E5 teljesen normális, logikus lépés, csak ha támadásra szerettünk volna játszani, akkor mindenképp gyaloggal kellett sötét volna. Sötét érelőnye alakulóban van. Még igen. Annyit tennék hozzá, hogy ha a D4 gyalog kerülne E5-re, akkor a sötét vezérszárnyi kezdeményezésére kiürülne a D4 mező, ahova egy huszár beállítva, hát az egy óriási huszárbázis lenne. Hát igen, hogyha mondjuk félek, hogyha C4-et ha lépne. C4, igen, tehát igen, hogyha C4-et folytatja a vezérszárnyi lépne, kezdeményezést. Ugye mondjuk ugye, hogyha B5-re, akkor üt D4, üt C5, és aztán huszár F3, D4. Igen. Hogyha, de ott ugye a C4-et az feleslegesen, nem inkább B5, A5, B4-jel támadnám meg a vezérszárnyat, tehát nem adnám át neki azt a D4 pontot. Hát mindegy, nézzük a partit tovább. Futóval visszaütött ugye E5-re, világos huszár D7-tel visszazavarta ezt a futót, nem ment vissza, huszár F3 következett, amire F6-tal most már tényleg visszazavarta, futó H2 jött, és huszár F8-al ugye a H7 pontot bevédte sötéttel, ugye a B1 futó, ami onnan távolról figyelte a H7 mezőt, semmiféle áldozat ne jöjjön, ez egy nagyon jó védő lépés. Huszár H4 jött, ez egy furcsa lépés, én igazából nem tudom, lehet, hogy vezér H5 a terve, nagyon nagy értelmét nem látom ennek a lépésnek, tehát én úgy gondolom, hogy ez nem a legjobb lépés. F4-re gondolhatod világon? Hát lehet, hogy F4, G4, G5, amiről beszéltünk, vagy F5-tel. Következett futó D6, ugye ez nem biztos, hogy a legjobb lépés, én úgy gondolnám, hogy ez esetleg a vezérszárnyon való játékhoz kellhet, hogyha C4, B5, A5, B4-el jövök, de mindesetre hibának nem hiba, visszament a huszárral F3-ra fehér. Tehát itt talán belátta ő is, hogy ott az a huszár semmit nem csinál. Huszár F3 jött, futőüti H2, huszárral visszaütött H2-re, huszárüti H2, vezér E7, ugye itt most majd E5-tel is szeretnék jönni, vezér B3, vezér E7 következett feketével, vezér B3, amire B5-tel, ugye elindult fekete a vezérszárnyon. B5, A3, C4, ugye, és itt látjuk azt, hogy most ugye vissza zavartuk azt a vezért, és A5, B4-jel ugye elindulunk ezen a vezérszárnyon
hogy minél ugye jobban le tudjuk szorítani itt a világos haterőt. Egy picit, ha megnézzük, az a B7 futó ugye nem nagyon játszik ebben az állásban, de aztán majd egyszer csak játékba avatkozik futó C6, az E8 bástyával elmegyek, futó E8 és G6-ról vagy H5-ről. Tehát ez az alapterv. Úgy tűnik, mintha a végjáték világosnak volna jó, mivel a gyalogok, a sötét gyalogok a megmaradt futó színén rögzültek, de ez csak egy átmeneti állapot. Ez a térelőny az nagyobb jelentőséggel bír. Ez egyértelmű. Világosnak valahogy E4-re kellett volna játszania. Főleg C4 után. Igen, igen, ott egyértelmű. Most én igazából itt valószínűleg vezér D1-jel visszamentem volna, és azonnal megléptem volna az E4-et. Tehát én fehérre biztos olyanra játszottam volna, még hogyha ugye elviekben jobb is az a futónk, de ugye ott megnyílik egy kicsit az állás az E-vonalon, és ha nem is a vezérszárnyon, de valahol ugye a vezérszárnyi ellenjáték ellen játszanunk kell. Vagy a centrumba, vagy a királyszárnyon. Most úgy tűnik, hogy a királyszárnyon nagyon játékom nincs, tehát valószínűleg a centrumban kellett volna ugye E4-el ellenesélyeket szerezni. Vezér C2 következett fehérrel, erre futó C6, ugye itt már ez több értelmű lépés, egyik, hogy védi a B5 gyalogot, A5 B4-et tervezi, fekete, meg ugye ha bástyával elmegy, akkor meg ugye E8-on keresztül G6-on kicserélheti azt a futót is. F4 következett, nagyon optimista lépés, A5, vezér D2, ugye B4 ellen még, de ez valószínűleg lehetett volna azonnal B4-et lépni, mert ha sokszor leüti fehér, akkor ugye bástya B8-al visszanyerjük ezt a gyalogot. Dupla gyalogja marad a B-vonalon, elgyengülnek az a B4, D2 arány gyalog gyenge marad. Igen, bástya B8 jött, ettől függetlenül ez is jó lépés, huszár F3, és ugye B4-jel ugye elindult fekete. Ugye egy gyalogot le kell ütni, a üti B4, hogy ne maradjon a gyengeségként, hogyha leütném. A üti B4-jel visszaütött fekete, és futó C2-vel, ugye nem akarta, hogy beszoruljon B1-e örökre a futója. Huszár D7, ugye mattot már nem nagyon fogunk kapni, most jön a huszár. Bástya A1, B3, na most ez a ugye, totális leszorítás. Bástya A1 helyett nem lett volna jobb gyalog B3? Hát, megkísérelni, felszámolni azt a gyalogállást? Hát, hogyha visszalakjuk, lehetséges, de ott meg lehet, hogy megtartanám, és hogyha leüsz C4-re, visszaütök a D-gyaloggal, marad egy szabad gyalogom, és még a futó átlomat is kinyitja. Tehát igazából... Így most ez a térelőny, ez végzetes. Igen, csak most nem látszik még, hogy hogyan fogja ezt kihasználni fekete. Hát ez már technika kérdése. Igen. Csak. Hát nem olyan egyszerű, futó D1-et lépett fehér, és erre bástya a 8-szor ugye a nyílt vonalat, elfoglaltuk, futó E2, és most érkezik a huszár is. Itt már látszik egy picit, hogyha lecserélőnek a nehéz tisztek, ugye huszár B6, akkor az a B2 gyalogot bizony gyenge lesz. Tehát és a huszár majd huszár A4-jel szeretné majd megtámadni azt a gyalogot. Most arra készül fekete, hogy lecserél mindent. Tehát ezen az A vonalon a vezéreket, bástyákat, és utána érkezik majd huszár A4. Bástya E-ről B1-re ment, világos, vezér B7 következett. Vezér C1, ugye itt felkészülnek a csereberékre, bástya üti A1. Én azt hiszem, arra mutat rá Lackó ebben a partiban, hogy a térelőny legnagyobb hátránya az, hogy a tér hátrányban lévő sakkozó a tisztekkel nem tud kellően manőverezni, hát, és emiatt borítékolható a veresége. Igen, általában ez szokott. Van, amikor tartható az állás, hogyha nem nagyon tud gyengeséget támadni. Itt most még talán azt mondom, hogy talán még tartható is lenne. Valamit kellett volna fehérnek csinálnia, nem pedig itt csereberélnie. Visszaütött a bástyával, megérkezett bástya A8, ugye huszár D2, és bástya üti A1, vezér üti A1, és ugye megérkezett vezér A8. És ugye itt már, ugye, amiről beszéltünk, hát jó, hogyha elmegyek B1-re vagy C1-re, akkor vezér A2 és huszár A4 jön, és védhetetlen a B2 gyalog. Úgyhogy ezért vezér A3-mal próbálkozott, de hát maga ez a lépés is egyenértékű a feladással. Tehát ugye, hogy ne adja át az A vonalat. De ha leüti, akkor ugye futó üti A8 és ismételten huszár A4, és egyszerűen a B2 gyalogot maradt. Én valahogy talán azt... Hát, nagyon nehéz, jó. Tehát ez a B2 annyira elgyengült, hogy
hogy valószínűleg ezen elvérzett. A kulcs az, hogy világos egy tisztel a vezérrel tudja védeni a B2 gyalogot, sötét a vezérrel és a huszárral tudja támadni. Másik terv az, hogy vezér A2 is fenyeget amúgy itt feketével, tehát is utána huszár lenni. Hát vezér A3 következett, hogy ne jöjjön be. Ugye vezér üti A3, B üti A3, huszár A4, ugye huszár B1-jel még próbálkozott ugye ott védeni a C3 gyalogot, de most az új futóm, amelyik eddig a gyalogok mögött ugye idézőjelben szerénykedett, nem csinált semmit, most életre kell, és futó E8, szóval a G6-on keresztül ugye a B1 huszárnak a helyzetét ássa alá. F5 következett, ugye próbálkozott gyalogáldozattal zárni a futónak az átlóját, E üti F5 következett, futó F3, futó F7-tel, ugye megvédte, király F2, király F8, ugye hát itt már igazából... A király D6-ra kell vezényelni, igen. Megőrzi a D5 gyalogot. És utána majd F4-en visszaáldozzuk. Király E1 következett, király E7, király D2, király D6, ugye megvédtük a D gyalogot, G3, futó G6, és futó D1-re pedig ugye elnézte a felfedéses taktikai motivumot, F4-et lépett fekete, és ugye a B1 huszárt megtámadtuk a futóval, és ugye még ha leütni a gyalogomat, akkor én a huszárát ütném, és a huszárral el se tudsz menni, tehát annyira be van szorítva, ha királlyal megvéded, akkor egész egyszer leütöm valamelyik gyalogot, és megnyertem a játszmát. A térhátránytól tehát jó, ha óvakodik az ember, és különösen nem úgy játszik, hogy tereted az ellenfél kezdeményezésének, aki fokozatosan felülkerekedik, térelőnyt harcol ki, és minden aktív terv nélkül csak úgy lépegetett, joga bűnhődött meg világos ebben a partiban. Én azt hiszem, hogy itt Lackó játszott első osztályú szinten, és az ellenfele volt a gyengé, mintha fordított értékszámúak lettek volna. Ennyi fért a mai adásunkba, köszönjük megtisztelő figyelmüket, kedves nézőink, viszontlátásra! Viszontlátásra!